János a barátaival és három rendkívül mozgásigényes négylábúval érkezett ide a Szentendrei sziget csúcsra. Csak azért jöttek, hogy jól érezzék magukat együtt, és egy kicsit feltöltődjenek. Én egész héten vezetek, én így péntek estére, szombat reggelre egyszerűen nem tudok tolerálni. Tehát amikor ezt érzem, akkor általában a feleségem szokott vezetni, úgyhogy ugyanakkor érzem, hogy el kell mondani, hogy milyen helyre, és egy picit illazítani, mert akkor tudom, hogy tele vagyok. Ha tehetik, két hetente felpakolnak mindent, ami kell, és itt töltik az egész napot. Kijövünk ide, sütünk, szalonnát, pálcolunk egy kis kusét, utána egy kis pihenés, a kutyusokkal egy hatalmas fürdés, ők imádják. Tehát gyakorlatilag, amikor ide kijövünk, ugye ott hagyjuk a város zaját, telefonok kikapcsolnak, és ez a mai nap az tényleg arról szól, hogy egy teljes ilyen feltöltődés. Attillát és Csillát viszont az Ártéri sziget legcsendesebb pontján találjuk, ők ma a nyugalmat keresik, no meg a halakat. Ez egy régi hobbim, horgászat, és hát már nagyon régen csináltam, úgyhogy újra szerettem volna kipróbálni, hogy milyen. Nem túl rég vagyunk lent, kb. Egy órája, és azóta még sajnos semmi, hogy a vízállás most jó elhorgászható, ezt sajnos nem tudom, annyira nem vagyok tapasztalt, de ha csak lehet, akkor megpróbálom eredményt elérni. Ez a Kisoroszi, ez tényleg így a kedvenc helyünk, nagyon sokat járunk ide. A Duna szerelmesei vagyunk eleve, nagyon szeretjük, ha bár mind a ketten tiszapartiak vagyunk, tehát mondjuk a vízhez való vonzódás az megvan. És ha másfajta tájra vágynak, túrázni mennek a Pilisbe vagy a Börzsönybe. Pár méterre tőlük itt van Attila testvére is, aki éppen egy régi horgászkalendáriumban mélyedt el. Elsősorban nem ezért jövök ide, hanem többet magunkkal szoktunk lejönni barátaimmal, és akkor általában beszélgetéssel zajlik ez az egy nap vagy kettő, mert van, amikor itt is szoktunk aludni, akkor nagyon néha főzünk valamit, vagy sütünk, és persze úszunk. Mondjuk az évnek ebben az időszakában egyébként ezt általában így össze szoktuk kötni biciklizéssel, ami már maga egy nagyon jó program, és itt mondjuk már magát a biciklizés is ki szoktuk pihenni. Mondjuk maga a környezet az teljesen olyan, hogy az ember itt tényleg a testi-lelki fáradalmait ezt ki tudja pihenni, és tényleg minden itt van, ami kell. Valószínűleg ez a helynek a varázsa egyébként, hogy így ilyen kis helyre koncentrálódik, ide minden van, víz, fák, meg minden, mi kell. Mindenki megtalálja magáét. Zsolt energiagyűjtő csikung gyakorlatát egy hagyományos tai chi forma gyakorlat követi. Azt mondja neki, ez az igazi feltöltődés. Hogy mit ad, az csak szépen folyamatában derült ki számomra. Hát, hogy először megtanultam szépen a formákat, ahogy kell, és aztán azt tapasztaltam, hogy ez gyorsabbá tesz, nyugodtabbá tesz egyszerre. Kevésbé vagyok agresszív, például. Nem nézek ki nagyon agresszívnek, de azért voltak pillanatok. Most is vannak persze, de akkor lehet, hogy pont azt érzem, hogy a hiányát érzem. Tehát, hogy keveset gyakorlok esetleg, vagy túlságosan elvonja a figyelmet a munka, és akkor jó kimenni így a zöldbe, kimenni a kicsit nyugodtabb helyre. Mindenkinek magának kell megtalálni azt, hogy miből nyer életenergiát. Bár a testünk tökéletes szerkezet sokat kibír, nem szabad megvárni a figyelmeztetését. Láthatják, a feltöltődés egészen egyszerű dolgokkal is elérhető, csak kell hozzá egy kis természet.